A Vasas 17 éves kardozója Csonka Dorottya már tavaly első éves kadétként tagja volt annak a junior válogatottnak, amely mellette Battai Sugár Katinka, Keszei Kira és Fisz Anna összetételben korosztályos világ- és Európa-bajnoki címet szerzett. Kósa Miklós tanítványa a mögöttünk hagyott évadban a második évét töltötte a kadétok között, és erre a korosztályra koncentrálva igyekezett maradandót alkotni. A tavalyi szezon után inkább mentálisan szerettem volna felépíteni ezt a szezont, és úgy, hogy mentálisan tényleg minden versenyre felkészüljek. Így eredménybeli céljaim, hát szeretem volna nyilván kijutni az Európa és Világbajnokságra, és érmet szerezni, ha úgy adódik, de igazából nem volt semmilyen elvárás magammal szemben, hogy akármilyen eredményt elérjek, tényleg csak szerettem volna bebizonyítani magamnak is, meg mindenki másnak, hogy tényleg tudok vívni, hogyha a fejemben rendben vannak a dolgok. Dorottya aztán elképesztő idén produkált egyéniben. Februárban a nápolyi kadét Európa bajnokságon ezüstérmet érdemelt ki, majd a korosztály áprilisi riádi világbajnokságán arany lett a jutalma. A VB döntőben az olasz Francesca Romana Lentinit múlta felül 15-10-re. Meg se fordult a fejemben, hogy én kikapjak. Igazából, ahogy így visszanéztem, nem mondom, hogy életem formájában vívtam, de igazából a szívemmel megoldottam az egészet, és végig irányítani tudtam az asztot, és emiatt sikerült nyernem, de nem vívtam semmi extrát szerintem. Az, hogy ott az EB-n ezüstöt sikerült csak nyernem, az egy nagyon nagy plusz löket volt, hogy utána már úgy álltam hozzá a VB-hez, hogy én tényleg elegem van ezekből az ezüstökből, én már aranyat szeretnék nyerni. Igen, az egy ilyen plusz motiváció volt, meg plusz harcosságot adott, önbizalmat ad a következő szezonokra is, hogy én már tudom, hogy kell egy ilyen világversenyt megnyerni, meg azért mégiscsak egy világbajnoki cím, úgyhogy ezen nincs mit magyarázni szerintem. Tavaly már a junior Európa és világbajnok csapatnak is a tagja volt, mint kiskadett. Ott nem annyira sikerült neki a kadett EB egyéni, kadett VB-n egyéniben nem is tudott indulni csak a juniorok között. Hát mindenképpen úgy terveztük ezt a szezont, hogy az elsődleges hangsúly az ő saját korosztályán legyen, ennek rendelünk mindent alá. És hála Istennek elég jól indult, már az első nemzetközi válogatón ott második lett. Utána ő önmagában egy kicsit máshova kacsingatott, tehát nagyon szeretett volna a juniorba is odaérni. Én utólag azt gondolom, hogy ez most kifejezetten jól jött ki, hogy neki csak egy korosztályára, a saját korosztályára kellett koncentrálnia, mert ugye nyilván magával szemben is volt egy elvárása, és akkor itt azért eldől az, hogy teher alatt vagy téthelyzetben hogy tud teljesíteni, és hát azt hiszem, hogy azért ez elég csodálatos, hogy az EB ezüstérem után a világbajnokságon meg aranyérmes tudott lenni. Nagyon-nagyon céltudatos, kitartó. Azt gondolom, hogy legtöbb esetben higgadt is tud maradni, és azért az nagyon jó, hogy itt a teremben, hogy kik mellett tud edzeni, akár a Katona Renátáról, Szilágyi Áronról beszéljünk, vagy hát ugye aki talán azt gondolom, hogy itt a teremben a legjobb barátnője, a Spíz Anna, akinél ugye látja azt, hogy milyen eredmények vannak, itt a teremben elkapja egy-egy asszóba, akkor neki is sokkal nagyobb önbizalma vál már egy versenye, hogy na igen, hát én meg tudom őket verni, akkor miért ne tudnám azt az adott versenyt, vagy az adott korosztályt is uralni. Dorottya az ősztől már a juniorok között igyekszik minél szebb eredményeket elérni. Tavaly nekem sikerült valahogy beverekednem magam a junior válogatottba, és ezért úgy vagyok vele, hogyha kiskadettként sikerült, akkor ha már ez lesz a saját korosztályom, akkor én mindent megteszek, hogy megint bekerüljek a csapatba.